mert a mai reggel témája az, hogy hogyan tűnj ki a tömegből, hogyan legyen egy kicsit más, hogy rád figyeljenek. És ez a lapát is tulajdonképpen az, hogy nem mindegy, mivel evezel. Most így átvitt értelemben. Ugye nem mindegy, hogy milyen szerszámokkal dolgozol az interneten, és dolgozhatsz te jó nehéz lapáttal is. Nekem van olyan is, ami egy jó nehéz, nem tudom, egy 2 kilós lapáttal levezettem már valaki, amikor tartanak kell kilométereken hosszan, ugye az embernek a válla megnyúl tőle, vagy egy ilyen könnyű lapáttal, milyen élvezetes. És hát erről szólt tulajdonképpen az internetes szerszámok története is, hogy lehet, hogy neked van mondjuk egy statikus honlapod, ami azt hiszed, hogy az nagyon jó. Lehet, hogy a cégettől is kapsz valami szuper honlapot, levelező rendszerrel, meg tényleg énekel, meg kutyát fest, meg vagy mi autót políroz, meg takarít, meg mindent csinál maga a weboldal, csak éppen azt nem biztos, hogy eléred vele, ami az internetes kereskedelemnek a lényege. Honnan vettem én ezt észre? Beszélgetek folyamatosan hálózatvezetőkkel, és én mindig kérdezem, hogy ti hogy dolgoztok, és akkor mondják, hogy hú, szállodába megyünk, bemutatót tartunk, és mindig így eszembe jut, hogy én is milyen sokszor csináltam, mivel semmi gond nincs, már jó dolog, csak egy idő után úgy rájön az ember, hogy basszus, én most azért csatlakoztam, hogy állandóan egy szállodára menjek, és holott itt a szabadság üzletét így hirdetnék, hogy ezt így kellene is. Tényleg azt látom, hogy emberek ide-oda rohangálnak ott a Lurdi házba, hogyha sokszor mondtam, elmentek. Mai nap is egyébként rengetegen vannak networkerek, akik ilyen laptopokon tartanak különböző bemutatók. Amit hangsúlyozom, jó, csak azt érdemes felvenni videóra. Viszont megnéztem ezeknek a cégeknek a honlapját, és én most egy picit megállok, hogyha valamilyen cégnél vagytok, akkor nézzetek már föl a saját anyahonlapotokra, de tényleg, úgy nézzétek át, ugye ott vannak termékek, vannak a cégről ilyen mutatók, vannak esetleg ilyen társadalmi bizonyítékok, egy pár darab, vagy valaki nyilatkozik, hogy esetleg olimpiát nyert a különböző termékeitekkel, egy-két orvos is úgy bemutatkozik, de hogyha jobban megnézed, ugye elég száraz. Vannak rajta mondjuk oktatási anyagok, vannak ilyen nagyon szuper honlapok is, például a World Ventures-nek az oldalra valaki fölmegy, lélegzetelállítóan gyönyörű cuccok vannak, nem véletlen az ő termékük maga az utazás, és van egy szerencséjük a World Ventures-os társaságnak, van egy márka Accettájuk, és hát azért Accetta az ott van a szerencsém, többször voltam neki tréningén, de mégis hiányzik valami. Hiányzik valami, és ha itt vagytok velem már egy pár hónapja, akkor gondoljátok, hogy mire gondolok, te magad hiányzol belőle. És hogy így megértessem így a nagy közönséggel, hogy tényleg jó egy anyahonlap, tényleg nagyon nagy terhet levesz a vállunkról, de szerintem még az anyahonlapnak az információja alapján még nagyon sokan nem léptek be egy céghez. Viszont ha beléptek mondjuk hozzátok egy ilyen network marketingbe, akkor miért léptek be? Tehát így írjátok már ide a gondoljátok a chatre, itt most a videó nem fog látszani, de miért léptek be hozzátok? Most azért, mert esetleg jó a termék? Lehet, hogy fogyasztónak azért. De hogyha üzletet is láttak benne, akkor miért léptek be? Hát elmondom én nektek, azért léptek be, mert az az ember, aki beléptetett benneteket, ő eladta nektek az álmot. Eladta azt, hogy te mit fogsz elérni, hogyha mondjuk eszed a terméket, vagy használod az utazásokat, vagy bármilyen cégnél vagy, meg mit lehet vele elérni. Eladta esetleg a gazdasági dolgokat, hogy pénzt tudsz keresni, eladta azt, hogy mit fogsz elérni a pénzzel. De igazán te nem a céghez csatlakoztál, hanem ahhoz az emberhez. Nem tudom, ezzel egyet értetek-e, vagy csak ez nekem a vízióm, vagy David Wood víziója, mert ő mindig ezt mondja. Na most, hogyha ez így van, tényleg írjatok már ide egy mit tudom, egy tízest, hogyha egyet értetek azzal, hogy az emberhez léptetek be annak idején. Az más dolog, hogy lehet, hogy utána, mit tudom én, nem értesz egyet a szponzoroddal, ez egy teljesen más dolog. De abban a pillanatban, amikor döntöttél, azért döntöttél, mert egy bizonyos emberkel
embernek a habitusa megtetszett, és úgy gondoltad, hogy majd ő neked fog segíteni, stb. Stb. Tehát én biztos azért léptem be annak idején, tetszett a termék, de tudtam, hogy olyan ember fog kapni, aki majd segít nekem. Az más tiszta, hogy most ő más vizeken van, de én mindig hálás leszek neki, hogy megmutatta az alapokat. Na most, ha ez így van, akkor picit így boncolgassuk tovább. Van-e szerintetek annak létjogosultsága, hogy kicsit jobban megmutassátok magatokat, és természetesen hol, egy olyan honlapon, ami rólatok szól. Tehát ami nem külön csak a cégről, mert minek írjátok csak a cégre, tehát folyamatosan fölküldöd a honlapot, úgy is fog látni a cégről mindenféle mutatókat, hanem hogyha rólad szól, és tegnap is mondtam, hogy rólad, ez a második, és a jelöltednek a problémájáról. Tehát, hogyha látja valaki, hogy te azért csinálod a weblapot, mert te segíteni akarsz az ő problémáján, a saját példádon keresztül, mert ez a leghitelesebb, akkor hamarabb fognak csatlakozni. Mondok egy példát. Tegnap csináltam egy kedves munkatársunkkal, ugye frissen csatlakozott, Billy Bokárpi barátom, ugye az ASZEL képviseletéből. És nem beszéltünk össze az interjú, mert láthatjátok, mert kint van az interneten, nem beszéltünk össze, de az interjú végén, ha láttátok, van egy olyan, amikor azt mondja Árpi, hogy jaj, elfelejtettem valamit. És az Árpi ezt mondja el, hogy hát azt felejtettem elmondani, hogy ahhoz, hogy csatlakozzanak hozzám, rájöttem arra, vagy így mondja az Árpi, hogy rájöttem arra, hogy kell egy úgymond ilyen kapuoldalt csinálni. Nem pont ezekkel a szavakkal mondta Árpi, de ez volt az értelme. Ami magamról van szó, és a jelöltemről, és ugye rögtön mondott Árpi egy eredményt, ami lenyűgözött engem is, hogy egy hetes blogolás után valaki, többen is, de valaki 80 ezer forintos megrendelést adott le, úgy, hogy nem ismerte tulajdonképpen Árpi még személyesen, de tudta, hogy kicsoda az Árpi, mert a blogjai által látta, hogy az ASZEL képvisel, és tudta, hogy milyen ember. Mi ez, hogyha nem egy olyan regisztráció, vagy vásárlás, ami minden networkernek az álma. Írjatok ide egy tízest, aki szeretne úgy pénzt keresni, vagy úgy eladni, vagy úgy csatlakoztatni embert, hogy hát ugye magától, tudjátok, hogy úgy észreveszed az irodádban, hogy valaki csatlakozott, ráadásul meg vásárolt is elég nagy értékben. Tehát az egy kicsit úgy érdekes és elgondolkodtató. Elnézést. Na szóval. Itt van írja Árpi a tegnapi poszt, meg hozott két érdeklődőt, egyet az USA-ból. Tessék. Többen, most ketten csatlakoztak a héten az USA-ból, tehát nagyon érdekes, hogy soha nem ismertem volna én se azokat az embereket, akik most csatlakoztak hozzám. De szerintem bennőtöket se. Hát én nem ismertem volna a Billy Bokárpit. Szerintem nagyon kevés esély lett volna rá, hogy mi az Árpival találkozzunk valamikor. De gondolom, ugyanígy van a Tóth Erdezső is, vagy a Szűcs Judit, vagy a Simon Zsuzsi, tehát nehezen találkoztunk volna. És egyébként van Simon Zsuzsi, most látom, frissen csatlakozott hozzám. Tehát gratuláltok a Zsuzsinak, tegnap ő eldöntötte, hogy ő csatlakozik. Hát gondolom, ha megkérdeznétek a Zsuzsit, egyébként a Zsuzsi itt vagy, írjál oda nyugodtan, hogy ugye mi az, ami miatt csatlakoztam, mert ugye folyamatosan csinálom veletek az interjúkat, amik fölkerülnek a weblapra, és ez az, ami másolható tulajdonképpen, és ez az, amivel különb tudsz lenni, egy anyahonlaptól, mert az emberek azt fogják látni, hogy ó, ez miért csatlakozott, ez miért csatlakozott. Hú, ennek az embernek meg milyen élettörténete van, és ú, hát én is olyan vagyok, hogy tud veled azonosulni, és páf, már be is csatlakozik. Erről szóltam különben több inner circle anyag, hogy például Michelangelo elmondja, hogy őt berakták egy ilyen dili házba, rácsos ágyba, mert mindenki azt hitte a családban, hogy megpolondult, mert így csatlakozott az Empor Networkhöz, és hát ott ugye elkezdte a marketing tervet ott is ajánlani, vagy különböző ilyen fortélyokat csinált, hogy őt népszerűsítse magát, de elmondja ő is, hogy ki kellett tűnni a tömegből, hogy észrevegyék. És hogyha már Michelangelo-nál vagyunk, azt hiszem neki van az a története, hogy ott összeismerkedett a kórházba
azt hiszem, hogy a harcművésze, vagy nem tudom ki volt, aki mondta neki, hogy ha igazán komoly eredményt akarsz elérni, akkor ki kell tűnnöd a tömegből, és valami olyat kell csinálnod, ami miatt rád figyelnek az emberek. És ugye amikor hazament a kórházban Michael, akkor hát ugye mindenki azt hitte, hogy ha meggyógyult, pedig nem volt semmi baja, meggyógyult a Michael, és biztos jó útra tél, és akkor elmegy valami jó munkahelyre dolgozni. És tudjátok, mit csinált? Fölállt az asztalra, egy ilyen nagy kabát volt rajta, és így levet küzdött, hogy azt mondta erre, és azt mondta, hogy ez vagyok gyerekek, ha így nem, nem tetszen nektek, akkor el lehet húzni. És ez olyan érdekes volt, mert nem maga az a tény, hogy így megbotránkoztatta az embereket, hanem az a tény, hogy rájött arra, hogy ki kell tűnni a tömegből. A mai napig is hasonló dolgokat csinál, bár nem vetkőzik le, hanem kitűnik a tömegből, és szórakoztatja az embereket, és egyik legnagyobb csúcs ragadozója, úgymond az internetnek, több millió dollárt keresett már, és nem hiszem, hogy különb ember, mint ti vagytok, vagy én, csak egyszerűen rájött arra, hogy ki kell tűnni a tömegből. Na most ez azért érdekes, mert ha te rájössz arra, hogy ki kell tűnöd a tömegből, akkor rájössz arra is, hogy egyetlen egy weblap, ez nem alkalmas rá. Nekem most meg kell mutatni a különbséget. Tehát neked is, hogyha most jegyzetelsz, írd le ilyen nagybetűvel, hogy neked meg kell tanulnod megmutatni a különbséget. Mondok egy példát. Sokan beiratkoztak ebbe a FG Express tapaszos bizniszbe, tudjátok. És én azt látom, hogy szinte mindenki ugyanazt a társadalmi bizonyítékot rakja föl. És kezd unalmassá lenni az, hogyha én most 10 ilyen honlapból 10 ugyanolyan példát látok. De ugyanezt látom most például a James nevezetű, tudjátok, ez a kozmetikai cégnél, hogy most mindenki ugyanazt rakja föl, és hát úgy megálltam, elkezdtem gondolkozni, hogy milyen tanácsot lehetne adni ezeknek az embereknek, és fölmentem annak a hölgynek a honlapjára, aki először elkezdte ezt ugye népszerűsíteni, és mit csinál ez a hölgy? Csak nézzétek meg, most írtam a nevét, nem tudom. Folyamatosan videókat gyárt, elmondja, hogy ő hogyan használja a termékeket, és kenni, fújja magát, mert mindent csinálni előtte-utána képeket csinál saját magáról. Ez az egyik megoldás. Na most ezt egy anya honlapon te nem tudod megtenni. Tehát megtudod, de ez még mindig nem elég. Megmondom, hogy miért. Elgondolkodtatok-e azon már, hogy amikor valaki csatlakozik a Kalatú rendszeréhez, miért nem egy weblapon? Ugye ezt a 90 napos programon már kifejtettem, hogy akár a prémiumnál miért van 10 lehetőség? Ugye az alapcsomagnál 3 weblapra van lehetőségünk, ugye 9 dollárért már elkezdheted. Ha nézed a prémiumot, ott már 10 darab weblap. Mi a jó ég? Minek ez? De sokan így mondják, hogy nekem nem kell 10 darab. Hát akkor elmondom neked, hogy ahogy fejlődsz, ahogy mész bele a tudományokba, rá fogsz arra jönni, hogy nagyon gyorsan az a 3, az nem fog elég lenni. Miért? Mit tanít? Az első számú tanítása a David Woodnak az, hogy találd meg a réspiacodat. Találd meg a réspiacon belüli réspiacodat, és annak belül is a réspiacot. Amikor én először ezt hallottam, először nem értettem. Elkezdtem azon gondolkozni, hogy nekem mi lehet a réspiacon. Ugye a Herbalife-nál a fogyás, de a fogyáson belül mondjuk lehet egy réspiac a nőknek a fogyása, vagy a hölgyek fogyása, ugye lehet a férfiak fogyása. Ezen belül, ha megyek be, lehet mondjuk 50 év feletti hölgyeknek a fogyása, ezeken belül mondjuk 50 év feletti cukorbeteg és mondjuk pazsmirigy problémásoknak a fogyása, és akkor így lehet így befele menni. Nem tudom, értitek, amit én így próbálok ecsetelni. Ha rávezetem a Kalatú rendszerére, én most ugye megcsináltam egy olyan honlapot, ahol magáról a rendszerről van szó, hogy mi az okos rendszer, hogyan lehet ezt különböző network cégekre ráirányítani, használni, stb. És észrevettem, hogy nem szabad túl bonyolítanom a honlapot, hanem igenis fontos egy bizonyos témába külön weblapot csinálnom.
Mi ez? Ez maga az oktatási rész, a kátu oktatás. Ugye tegnap kérdeztem, hogy szerintetek jó ötlete az, hogy ugye mondjuk ha valaki csatlakozik a Kalato rendszeréhez, van egy angol nyelvű Kalato oktatás magában belül a weblapon. De ugye itt Magyarországon vagyunk, nem magyarul van még az az oldal, de ha ezt megcsináljuk magyarul, szerintetek erre van igény? Tehát van arra igény, hogyha te bejössz mondjuk a rendszerbe, és mondjuk igaz, hogy mi elkészítjük neked a weblapodat, neked tényleg csak üzemeltetni kell, de azért néha változtatni akarsz rajta. Néha azt akarod, hogy most ez a banner az ne úgy nézzen ki. Akkor lehet, hogy egy másik elkapó kellene. Vagy lehet, hogy te úgy gondolod, hogy ne úgy nézzen most ki, most ott ne ott nézzen ki a videó, ne azzal a videóval kezd, a másik videóval. Ezt meg kell tanulni. Na most, hogyha erről megvannak az oktató videók, szerintetek erre van-e igény? De tényleg így igen vagy nem? Ha nincs igény, akkor nem csináljuk meg, mert akkor örülök neki, mert bementek az irodába, hallelúja, mindenki csinálja. De szerintem van rá igény. Azért van, mert én is folyamatosan nézem, oké, még ezt nem tudom, hogy ki ezt a widgetesbe, oké, azt megnézem a widgetek behelyezése, jó. Oké, akkor erről csinálunk egy oktató videót. De ez nem mehet föl az okos rendszer reklámozásához, mert megijednek az emberek. Rájöttem arra, hogy az emberek nem szeretnek dolgozni. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogy azt hiszik, hogy minden network marketing az úgy néz ki, hogy becsatlakozok, hátradőlök, wow, binár rendszer, milyen jó, mert még mondja is egy-két szponzor, hogy figyelj, nem beteszlek olyan helyre, olyan pozíciót, neked nem kell csinálni semmit, csak lép be most, és akkor majd történnek a dolgok, és itt dolgozni kell. Tehát mindig mondom, hogy aki úgy jön ide, hogy nem akar dolgozni, az inkább ne jöjjön, mert itt tényleg komolyan dolgozni kell, le kell ülni néha a számítógép elő, írni kell, akkor kreatív embereknek való munka, egyezünk meg abba. Tehát aki kreatív, az jó helyen van. De ahhoz, hogy gyorsan meg tudjuk tanulni, nem mindig a szponzort kelljen zaklatni azzal, hogy most hogy kell egy widgetet megkreálni, akkor ott legyenek azok az oktató videók. De ezt nem tehetem be az okos rendszer reklámozásába. A alapvető tanításokat be lehet tenni, de nem tehetem be azt, hogy kell egy widgetet csinálni, mert megijednek az emberek. Ezt egy külön oldalra kell, tehát szűkítenem kell a réspiacot. Na most ha külön oldalra, a különböző réspiac, vagy szűkítem a réspiacot, és azon az oldalon, ahol a Kalato oktatás van, fölteszek olyan videókat, ahol személyiségfejlesztő tréningek vannak. Természetesen a mi csapatunk ugye tartja ezt. Akkor olyan tréningek, amik nem kifejezetten mondjuk csak a Kalatóról szólnak, de ahhoz, hogy valaki jól tudjon egy blogot megírni, ahhoz kell egy bizonyos tudatállapotba kerülni, tehát ki kell tűnni a tömegből, és ehhez is adunk segítséget. Kicsit olyan Network 21-esre veszük a témát, csak ugye David Wu tanításai szerint egy magasabb szintre, most nehogy valaki nagyképűnek vegye, de inkább az internetre áttenni az oktatási rendszert. Tehát ez is egy réspiac. Mit történik ilyenkor? Ki tűnik így a weblap a tömegből. Úgy fogom ezt megkreálni, most az is kell nekem egy pici idő még, hogy ez olyan legyen, hogy ott a látogatott legyen, tehát mások is fogják ezt nézni, akik nem a mi rendszerünknek a tagjai, de esetleg ők is kíváncsiak, hogy mondjuk interneten hogyan kell esetleg meghívni valakit. Mert az interneten is meg lehet hívni. Van itt köztetek olyan, aki pontosan tudja, hogy mondjuk hogy kell megközelíteni valakit a Facebookon, és ezt teljesen profin tudja csinálni. Tehát van-e ott közöttetek olyan valaki, aki ezt tényleg profin tudja? Hát lehet, hogy itt vagyunk most majdnem 20-an, valaki most abba profi, mert elismeri. De lehet, hogy a 20-ból 17-16 meg nem biztos, hogy tudja. Hát mekkora segítség az, amikor egy olyan mondja el, aki profi meghívó mondjuk a Facebookon. Nem tudom, ez jó ötlete szerintetek. Vagy valaki mondjuk nagyon jó a kereső optimalizálásban. És most minek kelljen neked kitalálni a kereső optimalizálást? Elhívjuk azt az embert, aki ugye ebben nagyon profi, van nekünk egy ilyen SEO mesterünk, és elmondja, hogy csinálod a kereső optimalizálást. Ezt is föl lehet rakni szépen a Kalato oktatás oldalra. De ez nem való az okos rendszer
figyelemfelkeltő oldalára, ugye a regisztrációk történnek. Na most ugye, mit mond David Wood? Hogy mondjuk ezek a kis oldalak posztolásra kerülnek bizonyos helyeken, ugye a Facebookon, de nem biztos, hogy erre az emberek rögtön rá fognak találni. De lehet, hogy ha szórakoztatjuk az embereket, akkor rá fognak találni arra az információra, ha úgy vezetem a tudatokat tulajdonképpen, egy filmmel, egy könyvvel, egy ajándék PDF-fel, vagy egy olyan témával, amit ő érdekli. Tehát mit tudom én, hogyha valaki mondjuk a Fradinak drukkol, és van neked egy Fradi oldalad, most csak hirtelen szembe jutott, akkor azon az oldalon, ha megemlíted, írsz mondjuk egy Fradi meccsről egy blogot, mert miért ne tehetnéd meg, te is lehetsz újságíró, ahogy gondolod, és ott meg van említve esetleg egy linkbe, hogy úgy átvezeted a foci meccsnek a történet mondjuk a pénzre, és hogy a pénzkeresés művészetéről írsz egy pár sort, és mellesleg itt, ha a linkre kapcsolsz, akkor az internetes pénzkeresésre már rákattintva, lehet, hogy saját oldalon találja magát egy másik oldalon. És megint itt van a különbség, hogyha egyetlen egy céges oldalad van, hogy tudsz oda betenni mondjuk egy filmet? Hogy tudsz oda betenni mondjuk egy Benny Hill-t, vagy egy Mr. Bean szórakoztató videót, amikor az nem oda tartozik? De van neked egy olyan oldalad, ahol nevetteted az embereket, mint nekem van egy ilyen hülye oldalam, sokat szoktam ezen vigyorogni, bármennyire furcsa, a leglátogatottabb oldalam, és volt már regisztrációm róla, mert átvezettem szépen linkekkel az én kalatus oldalamra, ennek is megvan ugye a módja, most ezt nem mondom el, de például ezt is bele lehet tenni egy oktató videóba, hogy egy szórakoztató filmes oldalról, mondjuk egy Bruce Lee filmről, hogy lehet átterelni az embereket mondjuk az ászájához. Ezért lehet, hogy a Billy Bokár Péper rákattintan, az hogy van ez most a Bruce Lee film, de hogy mi nekem is tetszik valami film, és ezt tudja alkalmazni. Puff, ez is fölmegy ugye az oktató videó oldalra, vagy az oktató oldalra, de nem jelenhet meg, hangsúlyozom, az okos rendszer oldalon. Ugyanez van a te tiens oldalon, és oda nem tudsz csak olyan embereket fölterelni, aki mondjuk a tüsire kíváncsi. De honnan tudja, hogy van létezik egyáltalán tüsi? Először egy problémáról kell írni. De nem mindig a problémáról kell írni, hanem esetleg szórakoztatni is kell az embereket. Tehát mellesleg megemlíted, hogy mit tudom én, annak a filmnek a főszereplőinek milyen kevés haja volt. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy van egy olyan készülék, amit hogyha használtok, akkor beindul a hajhagymának a működése, és a bővebb információ, hogy kattints ide. És akkor puf, már ilyen oldalon épp a tüsiről fog olvasni a jelöltet. Nagyon érdekes így az energiáramlás művészete, de ezt te nem tudod megcsinálni egy anyahonlapon. Hiába van ellátva, hú, de szuper levelező rendszerrel, és akkor mi van? Nem tudod így terelni. Tehát ezt a tudományt mutatja meg a Kalato rendszere, akinek megvan a prémium csomagja, egyébként most folyamatosan mennek ilyen oktatások, hogyan blogolj, milyen trükköket csinálj, tehát nagyon jól kitalálta David Wood, és ezt nem tudod megcsinálni egy anyagon alapon. Tehát amikor beszélgettek esetleg networkerekkel, akik mondják, hogy sorry, nekünk mindenünk megvan, szuper a rendszer, oké, én elismerem, de akkor is hatalmas fegyver lesz a többiekkel szemben, akinek ugyanúgy van ilyen szuper weblapja, hogy neked lesz még egy. Tehát ki tudsz tűnni a tömegből. Mit adok el itt? Nem a Kalato rendszert adom el, hanem azt, hogy figyelj ide, én megértem, hogy a ti cégeteknek szuper az anyahonlapja. Azt is megértem, hogy nagyon jó ki van találva, hogy mondjuk milyen levelező rendszerrel, meg hogyan csináljátok a munkatársaknak az értesítését, meg hogyan adod el a termékeket. De nincs benne egy bizonyos dolog. Tudod, hogy miért nincs benne? Azért, mert nem az a cégednek a fő profilja. A te cégednek a fő profilja az maga, mit tudom én, a kozmetika, vagy maga a fogyás. Arra van specializálva. Oda teszi az összes fókuszt, nem a kommunikáció. Mit szólnál hozzá, hogy te úgy tanulnád meg a kommunikációt,
mint a saját cégednél a fogyást például, vagy a saját cégednél a méregtelenítést. Tetszene az, hogyha neked lenne egy olyan kapuoldalad, ami a hálózatodnak nincs meg, és neked esetleg megvan, ki tudsz tűnni a tömegből, több tudsz lenni, és gyorsabban tudsz haladni. Nem tudom, értitek-e a lényegét? Tűnj ki a tömegből. És ezt azért mondom, mert ez a tegnapi egyik áttörésemnek volt az eredmény, hogy mindig így, mikor beszélgetek valakivel, és ő mondja az érveket, akkor én mindig így elgondolkozok, én jegyzetelek, és innen jönnek ezek az ötletek, hogy jó, oké, tehát nem konfrontálódunk a tárgyaló partnerrel, hanem megpróbálom a közös gondolkodás területére átvinni az egész beszélgetést, hogy bármikor vissza tudjunk térni, esetleg nemet kap az ember, és azt lássa, hogy oké, ez az ember nem nemet mondott az én üzletemre, mert folyamatosan keresnek üzlettel, hanem egyszerűen együtt akartunk gondolkozni. És ezt a tanítást mondta például tegnap az interjúban még ugye az Árpi, hogy megkeresték őt egy bizonyos cégtől, próbálták eladni a lehetőséget. Az Árpi azt mondta, hogy figyelj, tudom, hogy a te céged jó, biztos vagyok benne, hogy, és nagyon tisztellek, hogy te kiállsz a cégedért, de én most váltani nem akarok, viszont van egy szuper dolog, amiről kellene, hogy beszélgessünk. Van egy közös pont, ami arra jó, hogy a te üzletedet fölvirágoztassa. Tudunk erről beszélgetni? És ma meg is fordított Árpia a beszélgetést, és mi történt? Regisztráció. Ez arra lehet be az egészbe. Na most ugye Árpi nem régen csatlakozott hozzánk, ugye Albert Zsuzsi jó voltából, és két hete, három hete hallgatja ezeket a tanításokat, és ezt soha nem tudta volna meg az Árpi, ha nem egy David Woodot hallgat, és esetleg nem mi mondjuk el. Nem azért, mert mi okosak vagyunk, hanem épp ezen volt egy előadás, emlékszem rá, amikor az Árpi csatlakozott, hogy hogyan fordítsd vissza az energiát, amikor téged megkeres valaki üzlettel. Nem tudom, ez jó információ, ez szerintetek miért lett sikeres például az Árpi ebbe? Most gondolom, Albert Zsuzsi meg így dörzsöli a markát, hogy milyen jó, mert én meg úgy dolgozok is, hogy a csapatban vagyunk, dolgozunk, a szponzorok tényleg segítik a szponzorátokat. Tehát valamelyik nap kérdezte tőlem, ugye felhozok hozzátok egy hölgyet, ugye van egy vendégünk is ma, mondtam, hogy 30 percet fog dumálni, de le is telt a 30 percen, Zsuzsi mindjárt hozlak föl, és mondja Zsuzsi, hogy te figyelj ide, most hoztál be egy pár munkatársad, és milyen gyorsan sikeresek lettek, hogy lehet, most jött be a Zsuzsi is, és puf, majd pattognak be a munkatársak, sőt a Zsuzsi, itt elismerem mindenki előtt, elkezdte a saját tréningjeit, és vannak vásárlások. Eredmények. Ez miért van? Hát mondom, azért, mert kitűnik a tömegből. Alkalmazza a David Wood tanításait. Rátettük a sínre, a Zsuzsit. Nem tudom, Zsuzsi, hogyha itt vagy, írj egy kommentet, és akkor most hozlak föl, Zsuzsi, most már egy Zsuzsi klubunk van szerintem, mert egyre több a Zsuzsák, úgyhogy én nem is dumálok többet, Zsuzsi, ami kifér nyugodtan, és akkor beszélgessünk még tovább, ezt görgessük ezt a témát. Adom nagy szeretettel a hangot. Sziasztok, köszöntelek benneteket. Hallottok engem? Hallunk, igen, Zsuzsi, le vagy fagyva egy picit, várjál, vagy lemet fölteszlek, és akkor hát, ha sikerül. Oké, most jó. Most jó. Most jó. Most jó. Jó. Én gondolkodtam reggel azon, hogy a vízióról sokszor beszélünk, és hallgatok minden nap hanganyagokat, az Inner Circle hanganyagokat, te is most említetted, és hogy kitűnni a tömegből, hogy hogyan. És ugye, akiknek termékük van, azoknak talán egy picit könnyebb, de én azt gondolom, hogy a terméket kommunikálni az nem egy könnyű feladat. És itt a fejlődés nagyon látható, hogy kint vagyunk az interneten, és mutatjuk azt, hogy honnan indultunk, és hová fejlődtünk, és te is arról beszéltél, hogy kitűnni a tömegből. Hát azt gondolom, hogy te is ezzel, hogy csinálod a reggeli meetingeket,
valóban kitörsz a tömegből, mert nincs még egy ilyen network marketing cég, ahol napról napra, lépésről lépésre ilyen tanításokat kapnak a belépett emberek, és ugye ezzel te tényleg kitűnsz a tömegből, mert az emberek ezt látják, és követnek téged. És hogy nekem mindig is az volt a vízióm, tehát nagy, régen már csatlakoztam network üzletekbe, MLM üzletekbe, hogy segíteni az embereknek, hogy felemelni az embereket, és ezt hallom a hanganyagokban is, hasonlóan beszélnek, mint hogy én gondolkodom, hogy ha csak annyi, hogy megszabadulj egy rossz főnöktől, hogy kifizesd az adósságaidat, vagy bizonyítani akarsz magadnak, vagy bizonyítani akarsz a családodnak, vagy a gyermekednek, a szüleidnek, hogy te valamit igenis elértél. Valahogy az emberben van belül egy ilyen bizonyítási vágy szerintem mindenkiben, hogy én valamit el tudok érni. És megtalálni magunkba azt, amivel ki tudunk tűnni a tömegből. Én mindig is szerettem úgy meghallgatni embereket, amikor gyerek voltam már akkor is úgy bele tudtam élni magamat mások tetébe. Hogyha valakit valamilyen bántásért, akkor én úgy éreztem, mintha engem bántottak volna. Én annyira bele tudtam élni magam a helyzetébe, hogy most neki milyen rossz lehet. És ha emberekkel kapcsolatba kerültem, akkor inkább sokat kérdeztem, mint hogy sokat beszéltem volna. És volt egy kolléganőm, egy munkatársam egyszer, aki azt mondta, hogy hát veled tudtam a legjobban elbeszélgetni. A beszélgetés pedig az volt, hogy én kérdeztem, ő megválaszolt, és figyelmesen hallgattam, hogy talán ebben a szakmában, ebben a munkában mennyire fontos az, hogy jól kérdezzünk, és meg is hallgassuk azt, amit válaszolnak rá. Mert a mai figyelemhiányos világban annyira ki vannak éhezve az emberek arra, hogy rájuk figyeljenek, hogy meghallgassák őket, az ő problémájukat, hogy legyen idő arra, hogy igenis meghallgassuk, és próbáljunk rajta segíteni. Ha csak annyi, hogy meghallgattuk, ha nem is tudunk neki segítséget, ötletet adni arra, hogy változtasson, de meghallgattuk, és lehet, hogy ezzel tovább vittük őt az ő elakadásán. És én bennem az van, mivel hogy ugye pedagógus vagyok, hogy tanítani, lehet, hogy ez nagyképűen hangzik, tehát tanítani az embereket, de úgy, hogy nem direkt tanítani, hanem talán az én példámon keresztül, hogy leginkább példával lehet a legjobban tanítani. A kisgyerekeknél is ezt látom, hogy nem szeretik, ha direkt betanítják őket, hanem mutatjuk az utat. Akkor is tanítunk, ha nem akarunk. Tehát tanítunk azzal, ahogyan megszólalunk, ahogyan reagálunk a dolgokra, mindennel tanítunk, ugyanúgy a gyerekeket is, meg a körülöttünk lévőket is. És én ezzel az eszközzel, amit most a kezembe került, nagyon jól tudom ezt kommunikálni, saját magamat is fejleszteni, mert ugye nem az van, hogy mint a való életben, hogy elvégzünk egy iskolát, és majd utána a tanultakat kezdjük alkalmazni, hanem itt együtt tanuljuk, és már alkalmazzuk is a tanultakat, és ez nagyon-nagyon jó. Hiszen bármilyen network üzletbe, bármilyen termékes üzletbe az ember becsatlakozik, mindenképpen az első dolog a kommunikáció, hogy hogyan tudjuk kommunikálni azt, az üzletet, azt a tapasztalatot, amit mi át akarunk adni, és átjön-e az őszintesség, átjön-e a szakértelem, hogy mi értünk ehhez, hogy tényleg segíteni tudunk neki, és ezt lehet fejleszteni ezzel az eszközzel, amit mi használunk. Itt vannak a tudásanyagok, a videók,
amiket készítünk, mindig egyre jobbak és jobbak lesznek, mert a hibákból tanulunk nyilván. És általában az emberek azért nem nagyon mernek belevágni dolgokba, mert nincs önbizalom hiány, tehát önbizalom hiányosak, és inkább meg se próbálják, mert úgyis kudarcot vallanak vele, és akkor nem is. És tényleg, hogyha mi mutatjuk azt, hogy átlagos emberek tudnak eredményt elérni, akkor talán megpróbálják ők is. És tényleg én nem is tudom, hogy miért nem próbálják meg ezt többen, hogy csak két dolog kell hozzá, az elhatározás, elhatározni azt, hogy mit szeretnék én elérni, egy víziót kitűzni, a másik pedig az, hogy megfizetni az árát. És mi az ára? Az pedig az, hogy lehet, hogy az, hogy egy évig nem nézek tévét, hanem azt az időt erre használom, hogy tanulok, vagy korábban kelek fel egy órával, és akkor minden nap egy órát foglalkozom ezzel a dologgal, azon felül, hogy esetleg van egy munkahelyem is, és szépen felépítem magamnak a szabad időmbe azt a másik életet, amit szeretnék elérni, a szabadságot, mert szerintem legtöbbünk arra vágyik, hogy azt tehesse, amit akar, azzal, akivel akar, és akkor, amikor akar. És ez egy remek eszköz ehhez. Kérdeznék tőled én is valamit, hogy ugye te, amikor ezeket a reggeli meetingeket elkezdted, akkor volt-e a fejedben egy olyan, hogy te ezzel tanítani akarsz, vagy pedig csak egyszerűen szereted ezt csinálni, tehát nem azért csinálod, hogy tényleg tanítani akarsz, hanem imádod csinálni, és ez neked nem csak munka, hanem hobbi. Na, akkor meg fogtok lepődni, ez egy jó kérdés, Zsuzsi, ugyanis én ezt nem akartam. Lehet, hogy többen tudjátok, amikor fölkértek engem annak idején, ezt még a WoW-is időben, hogy úgy látták, hogy az egyik cégnél vannak ilyen reggeli összejövetelek, és hogy csinálj már egy ilyet. Hát mondom, úristen, most minden reggel föl kell kelni, csinálj, hagyjatok engem a hülyeségetekkel. És tehát nemet mondtam. És következő a sztori, ezt lehet, hogy többször hallottátok, gyorsan elmesélem, Papp Pétert ismeri valaki, Papp Péter barátomat, akivel elkezdtük ezt tulajdonképpen annak idején. Most Peti, ez egy fantasztikus űrge, ő egy igazi örökifjú, őrült, kicsit olyan fickó, aki állandóan álmodozik, és megy, és hihetetlen ember. Na, és elkezdtünk ötleten, és volt valami macerra, valami probléma, amit meg akartunk beszélni, és mondom, Peti, találkozunk itt a konferenciateremben. És följöttünk, elkezdünk beszélgetni, de közben valamelyik munkatársam, most nem emlékszem, egy hölgy, akart velem beszélni, hogy figyelj, Vili, van egy probléma, meg kéne oldanunk, és mondom, figyelj, de most nem érek rá, de ahogy megbeszéltem Petivel a problémát, megoldottuk, akkor rögtön fölhívlak, de mondom, ha gondolod, gyere föl, lehet, hogy hallasz valamit, és akkor fölhívtuk a hölgyet. Szépen így a nézők közé, ugyanúgy most ti vagytok. És elkezdtünk Petivel diskurálni, és képzeljétek el, hogy pontosan az a probléma volt a hölgynek, mint amivel mi beszélgettük a Petivel. És ahogy véget ért a beszélgetésünk, hívom a hölgyet, hogy akkor beszélgessünk. Azt mondja, oké, meg van oldva. És akkor jöttem rá, és fölhívtam rögtön a Petit, mondom, figyeljétek, csináljuk a reggeli tréninget. Ugyanis semmi más nem kell csinálni, csak az embereknek, amikor becsatlakoznak, a problémájukra kell adni egy megoldást, és akkor még nem volt David Wood, meg semmi, csak erre így rájöttünk. És elkezdtünk egy kicsit, megmondom őszintén, utánozni ezt a bocskor boros stílust. Jókat poénkodtunk, aki még a hőskorba emlékszik erre. Ugye reklámoztuk a WoW-nak az irodáját, és így indult az egész. Na, utána vált ez egy kicsit mássá, amikor rájöttem egy bizonyos dologra, ez egy titok, amit el akarok majd mondani, de ezt majd a tréning végére fogom, hogy ezt tudod majd alkalmazni a saját cégednél is. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, nem akartam, aztán rájöttem, hogy ez egy utat nyithat itt Magyarországon a networkerek fele, talán másolható is lesz, és most már az nagyképű lenne, hogy én tanítsak, mert ugye hogy jövök én ahhoz, meg én nem vagyok tanár, viszont
mondom, egy jó kis ilyen továbbmondó. Én továbbmondó, hogy tényleg. Tehát én meghallgatom az anyagokat, átfogalmazom úgy, hogy ezt a magyar is megértse. Remélem ezt azért jól csinálom, és akkor megpróbálom ezt nektek úgy átadni, hogy meg lehessen érteni. Az egy más dolog, hogy imádom ezt csinálni, ezt lehet látni rajtam, remélem. Na, oké, én befogom a számot, visszaadom a szót. Ez a továbbmondó, ez nagyon tetszik. Van egy vers erről Halász Juditnak, a tovább is van, mondjam még. Egy ilyen, ez csak úgy eszembe jutott, Obó néni vagyok. Na, úgyhogy igen, én ezt gondoltam, hogy te így érzel, és olyan jó hallani, hogy ahogy elmondod, hogy kezdtétek el, hogy mikor az ember látja, hogy valaki már nagyon sikeres, meg nagyon ügyes, akkor néha olyan jó benézni a kulisszák mögé, hogy akkor hogy is kezdte ő el? Mert lehet, hogy az elején ő se volt ilyen ügyes, és ő is botladozott még először, és amikor te is mondtad már egyik meetingen, hogy neked is beszéd problémáid voltak, hogy az iskolában is, és néha összeakad a nyelved is, és mégis ezt a munkát csinálod, és nagyon jól, hogy milyen érdekes ez. Lehet, hogy mégsem az van, hogy azt, ami bennünk nagyon jó, azt kell csinálni. Lehet, hogy azt kell megkeresni, amiben nem vagyunk olyan jók, és valahogy érdekes ez, mert mindig az ellentétek vannak a tehát mindig az van, én sokszor rájöttem már erre, például a gyerekekkel kapcsolatban, hogy mindig az ellenkezőjét kell csinálni, mint amit ő akar, és akkor jutunk eredményre. Tehát mindig az ellenkezője van, mint amit gondolok. No, és tehát visszatérve erre, hogy is jutottál ide a reggeli meetingekhez, és tényleg, nekem az is tetszik, hogy nem erőszakoskodsz az emberekkel, hogy lépjenek be, hanem szépen lazán állsz ehhez a témához, amikor én becsatlakoztam, még akkor ugye megvettem a basic csomagot, tehát magát a blog csomagot, nem voltam még affiliate partner, csak úgy belenéztem, hogy miről is van szó, és akkor te azt nem mondtad, hogy ezt tovább lehet ajánlani, és akkor így meg úgy. És akkor mondtam, hogy de én ezt akarom ajánlani, azt hogy kell ezt csinálni? Tehát itt tényleg lehet tőled tanulni azt, hogy nem nyomulunk az emberekre, és nem azt a technikát alkalmazunk, mint amit eddig csináltunk a network üzletekben, hogy gyere, nézd, milyen szuper üzlet, és akkor az embereknek meg kellett hallgatni a mi üzleti ajánlatunkat. Itt pont fordítva van, mint amiről az előbb beszéltem, hogy megfordítottuk a dolgot, hogy itt egyáltalán nem ajánlunk semmit, hanem megmutatjuk, hogy mi az, amit mi tudunk kínálni, miben tudunk mi segíteni, és ha valakinek kell, akkor kell, ha nem, akkor elkattint a blog oldalról. És beszéltél arról, hogy az álmot adjuk el valakinek, és eszembe jutott az internet, hogy ez is valakinek az álma volt, hogy hála Istennek, hogy valaki feltalálta az internetet, és milyen millióknak adta el ezt az álmot, az internetet, és hogy mi is ezt használjuk. Tehát minden dolog valakinek az álma volt, és ez azt jelenti, hogy bármit el tudunk adni. Itt most jelen esetben azt, hogy ezzel a rendszerrel bármilyen üzletet fel tud építeni bárki. És nem kell neki feltalálni a keleket, mint ahogy olvastam valahol, hiszen itt már feltalálták helyettünk. Tehát ha valaki egy vállalkozást indít, akkor ott neki mindent ki kell találnia. Bocsánat, elment a hangom. Tehát mindent magának kell kitalálnia, és üzlethelyiséget nyitni, mindent ő maga talál. Itt pedig már minden kész van. Kész van a blogrendszer, és nekünk csak használni kell a tudást. És mondtad azt, hogy miért van 10 blog oldal. Én amikor elkezdtem, és akkor mindig mondták a képzéseken, hogy
a célpiacnak kommunikáljunk. És én nem mindig akartam a network marketingről beszélni, mert volt bennem más is, amiről szerettem volna írni. És akkor tulajdonképpen később jöttem erre rá, hogy akkor a blog oldalon egy ilyen keverék lesz, tehát nem a célpiachoz beszélek. Ezért jó a 10 blog oldal, mert hogy ugye nagyon sok oldalúak vagyunk. Lehet, hogy az egyik blogban beszélünk arról, hogy most túrázni járunk, vagy a másik blogban beszélünk egy másik hobbinkról, amivel esetleg tudunk követőket szerezni. Úgyhogy ezért nagyon jó, hogy itt egy blogot fizetünk, és hármat rögtön kapunk, hogyha pedig többet fizetünk, akkor 10 blogot kapunk. Köszönöm szépen. Én most egyelőre ennyit szeretnék mondani. Nagyon jó, hogy följössz, Ilyenkó Zsuzsi, és azért ajánlom nektek, hogy gyertek, mert itt élesbe lehet gyakorolni. Senki nem fog téged kinevetni, senki nem fog neked azt mondani, hogy hú, most mit tudom én, mit mondtál, mert itt gyakorláson egymásnak is segítünk. Így az, hogy ez élőbe megy, higgyetek el, hogy én még most is izgulok, és kell egy ilyen adrenalin, hogy kijöjjön belőled az állat szó szerint, tehát hogy kijöjjön belőled. Sokkal könnyebb így videót csinálni élesbe, mint hogy úgy leülsz, és akkor a kamera elé tudod, na most csinálok egy jó videót. Nem tudom, nálatok volt-e már ilyen, hogy elkezdted, és basszus, ez nem jó. Akkor megállítottad, akkor újra. És észre se vetted, lement a nap, és mindig az első videódnál vagy. Én mit szoktam mondani, hogy amikor beszélgetünk az emberekkel az utcán, hogy beszélgetsz bárkivel, akkor ezt nem mondhatod, hogy várjál, ezt nem akartam mondani, most mindjárt tekerünk már vissza, és akkor újra kezded. Mert aznak nincs energiája, és amikor egy olyan videót csinálsz, amit már 5000-szer visszatekertél, csak nézd vissza, soha nem lesz jó, és állandóan azon adja azt, hogy ki sem merem ezt tenni a netre. És hogyha följössz, és itt van, hogy odaírta, hogy én átléptem a korlátot, át kell lépni. Én beszédhibás vagyok. Tehát úgy van ez a beszédhiba, hogyha én elkezdek gyorsabban beszélni, összeakad a nyelvem, és egyszer leblokkolok, és akkor nagyon kell figyelnem arra, hogy lassítsak, és akkor majd talán nem fog összeakadni a nyelvem. Tehát az az érdekessége ennek, én most egy három dolgot fölírtam, hogy amíg valaki becsatlakozik a network marketingbe, ez nem arról szól, hogy most mit tudom én, termékforgalmazás. Ez egy része. Ez nem arról szól, hogy most dolgozgatunk, hanem Mark Hughes, aki a Herbalife-ot megalapította, volt egy mondás, ami mindig ide visszacseng, hogy az úton, amíg ezt te tanulod, mivé válsz, míg te eléred a célodat, és utána a következő cél, és akkor mi lebontott ugye Mark is 90 napokra. De a röhely az, ugye azt kérdeztük tőle mindig, és a Jim Rohntól is, hogy hogyan. És azt mondja Jim Rohn, hogy ha megvan a miérted, akkor megjön a hogyan is. És ugye itt egyszer tanítja David Buda, hogy te neked tudnod kell a miértedet, hogy miért csinálod, és utána jön a hogyan, hogy ezt gyakorlatba átültetve lépésre lépésre megcsinálod. És most akarok nektek egy ajándékot adni, hát a kettőt, ha elfogadjátok tőlem. Pillanat, leveszem már itt a hangot, Zsuzsi. Hogy amikor tanultok. Tehát az a lényeg, azt mondja Jim Rohn, hogy menni kell az úton, és ameddig te tanulsz, addig tovább is tanítod, amit már megtanultál. És így tudsz egyre nagyobb követőtábort magadévá. Tehát nem csak akkor tanítasz, amikor már fönn vagy a csúcson. Sokan mondták, hogy könnyű neked Mark, könnyű neked Dave, amikor már fönn vagy a csúcson. Majd nekem is lesz ilyen prezidentim jelvény, amikor már én is tanítani fogok. Nem. Te meg tudtál tanítani, meg tudtam már tanulni valamit, hogy hogyan lehet valakinek fölkelteni az érdeklődését, hogy bejöjjön az üzletbe. Ez a valaki, ez te saját magad voltál, mert ugyanez kell, ezt a tudatállapotot átéletni valakivel. Ha ezt te megcsinálod, akkor ne menj tovább, hanem folyamatosan ugyanazt a tudatállapotot érd el, amivel téged behoztak az üzletbe. Azt mondja David Wood, ne menj tovább addig. Amikor ezt megcsináltad, akkor tudsz tovább menni, mert van lesz egy csoportod, akiket majd ugyanerre meg kell tanítani.
És itt van, amit ideírtam, hogy azt mondja Dave és Jim Rohn is ugyanezt mondta, hogy a Tony Robbins-tól is ezt hallottuk, hogy tanulsz, és hallgatod az anyagokat, vagy a mentorodat, amit ő mond. És nem azt írod le, amit ő mond, hanem azt írod le, ami a hanganyagok által neked eszedbe jut, ami által te tudsz fejlődni. Nem tudom, érted, amit akarok mondani, hogy hallgatod a hanganyagot, eszedbe jutott valami erről, a tudatalatt téged olyankor tanít, mert kezdesz emlékezni egyébként, és ezt leírod gyorsan. Ha egyszer itt eljönnétek hozzám, tele van füzettel, az íróasztalon mindenhol fesznik vannak, mert igen, itt van mindenhol, mert állandóan azt írom le, amit hirtelen a tudatalat mond a hanganyagokból. Ez olyan, mint amikor olvasod a Bibliát, vagy bármi mást, nem azt olvas, tehát a megértés a lényeg, és azt írod le, kijegyzeteled, és abból csinálsz magadnak egy videót, abból tudsz tovább tanítani, na akkor kezdesz el fejlődni. És ez az, ami engem motivál egyébként, és látom, hogy sokat ez érdekel, hogy hogyan tudsz menni az úton úgy, hogy közben tanulva taníthatsz, és ez csak látod, hogy ez is beregisztrált, amaz is beregisztrált, ez is rendelt, az is rendelt, mert másodlagos dolognak fogtad fel azt, nem nyomultál, hogy a Zsuzsi mondta. És honnan tudom? Onnan, hogy képzeljétek el, körülbelül másfél évet töltöttem el, amikor az online tudáspontot megalakítottuk, hogy riportokat készítettünk coachokkal, Magyarország legjobb coachaival. És ők mindig elmondták, hogy nem az a tuti, amit ők mondanak. Kopcsák Gyuri is azt mondja, hogy ne azt nézzétek, amit én mondok, hanem azt nézd, amire rávilágít a mondandóm, és akkor már akarni fogod, amit én mit mondok. Tehát nem az a lényeg, hogy én megmondom, hogy te vásároljál, az egy dolog, hogy beleszövöm a mondandómba, de amikor te akarod a terméket, akkor úgyis fogsz vásárolni. A Theta Healing például, vagy ha megkérdezitek az Albert Zsuzsit, ő pontosan ugyanezt a technikát alkalmazza. A Zsuzsi se azt mondja, hogy most ezt csináld, meg ezt csináld, hanem lehetséges döntési variációkat mond, ami alapján majd te eldöntöd, hogy oké, akkor csináljuk. Így van, Zsuzsi, de gondolom, hogy néztem a tréningeket, pontosan ezt a technikát alkalmazott te is. A Tony Robbins ugyanezt csinálja. Nem azt csinál, mint a pszichológusok, hogy mindenféle gyógyszerekkel manipulálja az emberi testet egy fóbiával. A Tony 3 perc alatt megszüntet egy pókfóbiát, vagy egy magasságtól való félelmet. Mert rávezeti, vannak ilyen technikák, ami alapján ő leugrik a mélységbe. Ami alapján be tudja dugni a kezét egy pókkal teli üvegbe. De azért, mert ő akarja. Nem a Tony fogja meg a kezét, és akkor bedugja a pókos ládába, vagy fölviszi a bungee jumping tetejére, és akkor lelöki. Nem. Olyan tudatállapotba hozza a jelöltet, ami alapján fölmegy arra a bungee jumpingra, és mint a Nyehozzá Krisztán az én mentorom, fogta magát, kiment, ő neki volt egy ilyen fóbiája, kitárta a kezét, mit tudom én, hány méter magasságba, aztán kész. Legyőzte a mélységtől való félelmét. Na ugyanez van itt a vásárlásnál is, hogy hát oké, mondjuk, hogy te, neked milyen jó lesz ez, most érdekel az engem, hogy te most becsatlakozol, vagy nem? Ilyen szempontból nem. Persze, azt szeretném, de nem fogok meghatódni, hogyha te nemet mondasz, mert nem nekem mondtál nemet, hanem hát magadnak, hát jó, te nem alkalmazod, csinálod még a saját kis köreidet egy darabig, de igazán nézd csak meg. Ez meg ez alkalmaz, ez is alkalmaz, az is alkalmaz. Ők már haladnak. Nézd a Billy Bob Carpit. Ászál. Pi. Egy hét. 80 ezer forint. Ő ezt csinálja, de te ne csináld. Minek? Majd az Árpi csinálja meg az Árpi hálózat a megye. Tovább te meg csináld a céges honlapot. Hát nekem is kell, ugye a lemaradástól való félelem. És ide jön egy nem tudom, van ehhez valami hozzáfűzni való, Zsuzsi? Közben kérdezlek. Már adok, nincs. Jó, akkor mondom tovább gyorsan. Mondok egy trükköt gyorsan, akkor lehúzlak, Zsuzsi, hogy ne kelljen ott fönn csücsülni. Elnézést kérek tőletek, hogy így ilyen udvariatlan vagyok, ugye, hogy lehúzom a Zsuzsit, de tudom, hogy milyen ott rossz fönt ülni és nézni a kamerába. Van egy technika, amit nem sokan alkalmaznak, viszont a profik alkalmazzák. Elmondjam ezt nektek? Ez
honnan tudom megközelíteni, egy picit ráhúzunk most egy 10 percet, ha gondoljátok, és az alkalmazza, Árpi, hogyha most csináljuk a következő interjút is, a következő. Láttatok-e már Teleshop reklámot? Ha nem, akkor most tudom, hogy utáljátok, de nézzétek meg egy párat. Csak úgy vegye elő egy ilyen füzetet, leülsz, és akkor próbáld megnézni azt, hogy hogyan tudnának téged meggyőzni arra, hogy mondjuk vegyél egy ilyen kocka hasizom növesztőgépet, vagy hogy mondják ezt a, tudom, milyen trénergépet. Nézzétek meg, hogy adják el. Mit csinálnak? Először is megmutatnak ilyen pocakos embereket, meg pocakos hölgyeket, és hogy milyen rosszul érzik magukat. Ez egy probléma. Utána mit csinálnak? Rögtön mutatnak egy kockás hasizmú emberkét, aki elmondja, hogy hát igen, én is voltam már ilyen edzőteremben, olyan edzőteremben, de itt egy mit tudom, ilyen trénergép, ami egy a sok közül, nem is gondoltam volna ez ilyen dolog, de kipróbáltam is. Nézzük csak meg a hőtérképet, és akkor mutatnak ilyen társadalom bizonyítékot, hogy tényleg a hagyományos felüléstől nem volt ott a hő, itt viszont egy ilyen gép használatban meg mekkora hő keletkezik, égeti a zsírt, és rögtön megint egy társadalom bizonyíték, és hogyha most rendelsz, akkor lehet, hogy nem egyet kapsz, hanem kettőt, van egy technika, és mit csinálnak? Megint kezdik előre az egészet, megint jön egy olyan ember, aki nagyon sokat szenvedett a pocaktól, de most elkezdte használni, mert látott valakit, akit használt, és tele van társadalom bizonyítékokon, nyilatkoznak az emberek. Nézzétek meg, háromszor hozzák elő ugyanazt a történetet. Már heródod van, már alig akarod ezt nézni, mert tudod, hogy nekem is itt a hason, de szar, ezek meg el akarnak nekem adni egy ilyet, de én nem akarom megvenni, de mennyibe kerülhet ez, és akkor tényleg működik ez, elkezd már a tudat kinyílni. És egyszer csak így fogod, amit az én Dezső barátom, az mindent megveszi ilyen cuccat, és akkor és csak fölveszi a telefont, és akkor mindegy, azért megkérdezik, hogy most tényleg mennyibe kerül, és akkor tárcsázza, és akkor hát igen, most megveszi, uram, akkor még kap egy receptkönyvet is hozzá, meg tulajdonképpen a feleségének küldünk egy ilyen szét, itt kell ugye megnyomni a gombot, és csak kérünk egy pár adatot, és már szállítjuk is. És kész, el is adták neked, és nem akartak, vagy nem akartál te vásárolni, hanem egyszerűen, ahogy nézted, olyan tudatállapotba kerültél, hogy elkezded használni a terméket. Most hogy tudod ezt használni a blogjaidban? Hát úgy, hogy becsatlakoztatsz valakit, mint én például most a Billy Bokárpit becsatlakoztatta a Zsuzsi, mit csináltam? Abban a pillanatban ugye fölhívtam a Zsuzsit, egy interjút készítettünk vele, megkérdeztem tőle, hogy miért. Te ugyanezt csinál. Főszelepíted a Camtasia stúdiót, vagy valamilyen programot, csinálsz gyorsan egy 10 percbe bele férő videót, megkérdezed, hogy miért. Ő elmondja a miértjét, meg a hogyanját, meg a hogy is hívják, meg a micsodát, és akkor kész, le van zárva, ezt ki tudod tenni a blog oldaladra. Csinálj egy 10-et ilyet, mikor már 10 ilyen csatlakozód van, és elmondják, hogy hát tulajdonképpen nem is gondoltuk volna. Én nem akartam csatlakozni, de valahogy olyan jó dolognak tűnt, kipróbáltam a terméket, valami félelmetes, ráadásul ezt még lehet tovább ajánlani, én nem akartam az MLM-et, de úgy néz ki, hogy nem baj az, hogyha egy network cég fizetik a jutalékomat, tök mindegy, hogy egy MLM cég vagy egy sarki fűszeres fizeti ki a jutalékomat, akkor már inkább egy MLM cég, és elindultam. Na most, amikor nézik a te blog oldaladat, akkor látják azt, hogy ugyanazokkal a félelmekkel találják magukat szembe a blog oldalon, amiben te voltál benne. Félelmeket kell kezelni. Mit csinál Kassza Tamás a lezárás technikában? Ugyanezt. Félelmeket kezel. Te a blog oldalon ugyanúgy megoldásokat adsz és félelmeket kezelsz. És ezt bebizonyítod emberekkel. Ezt nem tanítják sehol. Ezt itt mi tanítjuk, illetve az Empowernél a David Wood. Ha ezt te beteszed a blog oldaladba, és akkor visszatértem, amiért elkezdtük az egészet, kitűnsz a tömegből, akkor néznek téged az interneten, és azt mondják, hogy ha, először olyan unszimpatikus volt az Ürge. Meg kommenteltem is, hogy milyen hülyeséget ír. Most meg elkezdi az én félelmeimet ecsetelni. Lehet, hogy én vagyok a hibás, hogy akkor megnézzük már a másik oldalra. Ide jön az, hogy olyan tudatállapotba kell keríteni az embereket, hogy meghallgassanak tégedet. Ugye az energiáért megy a harc. De azt te nem tudod eldönteni, hogy az adott jelölted mikor ér el abba a tudatszintbe.
De neked csak csinálni kell a dolgodat, írod a blogokat, teszed ki a társadalmi bizonyítékokat, ez egyre több, meg több, meg több lesz, és előbb-utóbb fölhív az az ember, aki szkeptikus volt. Bármelyik hálózatépítőt megkérdezitek, a nagyokat, bármelyiket. Kérdezzétek meg, hogy ő akarta ezt az üzletet. Az esetek 99%-ában azt mondta, hogy nem, ez hülyeség volt. Kérdezzétek meg a Billy Bókárpit. Akarta ő az ászát? Árpi, írt be. Azt mondta, nem, nem akarta. De amikor olyan tudatállapotba került, amikor valamit csinálni kéne, és éppen találkozott a szinkronicitás, és Árpi azt mondta, hogy jó, yes, akkor aláírjuk a szerződést. Tehát mikor nemet mondanak neked, meg a támadnak, mikor ne sértődj meg, mert lehet, hogy épp az lesz a legnagyobb gyémántod. Ezt csak így azért mondom nektek, mert ez egy olyan fölismerés, egy olyan, ezt hívek áttörésnek, amin át kell menni mindannyiunknak, mert innentől kezdve érti meg az egész üzleti filozófiáját az ember. Úgyhogy remélem tudtunk adni értéket. Na is, itt föl is hozlak vissza, Zsuzsi. Arra kérlek, hogy így zárd le te a mai tréninget, és akkor átadom a szót, adom a hangot. Nagyon szépen köszönöm, és hát egy kicsit meg is lepődtem ezen, mert valamikor még ilyenre nem lettem volna képes, hogy lezárjuk egy tréninget, de tényleg én is arra törekedtem, hogy átlépjem a saját határaimat. Én hiszem azt, hogy adtunk ma értéket azoknak, akik eljöttek erre a reggeli meetingre, és egy picit én is hozzájárultam ehhez. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és köszönöm a pozitív kommenteket, nagyon-nagyon kedvesek vagytok, és hát mindenkinek jó pihenést kívánok erre a hosszú hétvégére. Pihenjetek, mert hamarosan itt a szeptember, és én ezt csak azért mondom, akinek iskolás gyermek, vagy pedagógus, akkor kezdi a munkát, de mindenkinek kívánok nagyon jó kikapcsolódást. Sziasztok! Sziasztok, az erő legyen veletek, és hétfőn találkozunk újra. Audio Jungle.